Klímaváltozás és vízválság. Merre tart a világ címmel tartott előadást Áder János köztársasági elnök a Nyíregyházi Egyetemen. Az államfő interaktív prezentációjában olyan szélsőséges időjárási példákat mutatott be a közönségnek, amelyek az elmúlt hónapokban történtek a Föld különböző pontjain. Beszélt arról a sosem látott tűzvészről is, ami napok óta sújtja Kaliforniát. Akár minden korábbi tűzvész mértékét meghaladja. Egy 23 ezer fős város például teljesen megsemmisült. Olaszországban mintegy 14 millió fát döntött ki a viharos eső, és az óránként akár 200 kilométer erősségű szél idén. Németországban a Rajna folyó vízállása soha nem volt még olyan alacsony, mint idén, ez gazdaságilag is hátrányos. Ezen a vízi útvonalon ugyanis jelentős a hajóforgalom. Egy másik furcsa időjárási szélsőség, hogy amíg Dél-Afrikában 25 cm-es hó esett, addig Lapföldön pedig 30 Celsius fokos hőmérsékletet mértek. Az időjárási viszontagságok sok esetben népvándorlást is eredményezhetnek. Hogy mi az oka annak, hogy az emberek Közép-Amerikából elindulnak és el akarnak jutni más vidékek felé? Az elmúlt két évben alig esett eső. Hondurasban, Ekvádorban. És miután a hőmérséklet viszont folyamatosan emelkedett, ami azt jelenti, hogy nem csak a napközbeni hőmérséklet, hanem az éjszakai hőmérséklet is, ezért például, csak egy példát mondok, a kávéültetvényeken egy olyan gombafaj szaporodott föl a melegebb éjszakák hatására, ami jelentősen pusztítja a kávé cserjét, aminek következtében jelentősen visszaesett a termelés. Ha visszalépnénk egyébként Németországba, akkor Németországnál nem csak az az érdekes, amit az imént láthattunk, hogy a Rajna vízszintje milyen alacsony, hanem miután Németország 90%-a aszályos terület volt az idén, 30%-kal esett vissza a mezőgazdasági termelés, ennek számolják ki nagyjából, hogyha majd valamelyik órán eszere mód és lehetőség, számolják ki, vagy számítassák ki, hogy ennek milyen gazdasági következményei vannak a német gazdaság szempontjából. Több milliárd euróról beszélünk. Na tehát visszakanyarodva ide, a mexikói népvándorlás mögött is van egy a klímaváltozáshoz visszavezethető, annak közvetlen gazdasági oka. Az államfő magyarországi példákat is hozott. Itthon a Duna vízállása is rekordokat döntött, és az ősszel tapasztalt poloska invázió is az éghajlatváltozás hatása, valamint a Balaton vizének hőmérséklete sem volt még ilyen magas, mint ezen a nyáron. Áder János szerint a népességrobbanás és az urbanizáció nagymértékben felelős a klímaváltozás felgyorsulásáért. A gyors népességnövekedésnek köszönhetően 2050-re már 9 milliárd ember él majd a Földön, nagy részük városokban. 2015-re már 48 giga és megapolisz jött létre a Földön, annak eredményeként, hogy átlagosan hetente 1 millióan költöznek városokba. A következő időszak egyik fontos kérdése, hogy milyen szinten stabilizálódik a népességnövekedés a következő évtizedekben. És ez a népesség nő és nő és nő, évről évre. A második eleme ennek, amit én az okok között keresgélek, vagy az okok között vélek felfedezni, ez a gazdasági növekedés, és a gazdasági növekedésnek is a módja. Ha megnézzük a GDP növekedését, a világ GDP-nek a növekedését, hihetetlen növekedést láthatunk, ami bizony egyik szempontból jó. Ennek haszonélvezői vagyunk. A másik szempontból ugyanakkor ennek nagyon súlyos ára van. Ugyanis az elmúlt évszázadot, az elmúlt 200 évet, ha az ipari forradalomtól számítjuk, de különösen az elmúlt 50-60 évet, második világháború utáni időszakot, a következő leegyszerűsített logika, ez természetesen közgazdasági logika uralta. Termeld ki, használd, dobd el, és lesz belőle szemét. Termeld ki, használd föl, rövid ideig használjad, tehát termeld ki, dolgozz föl, rövid ideig használjad, és dobd el. Dobd el, kultúrában élünk. Az előadáson az is elhangzott, hogy az elmúlt 100 000 évben nagy hőmérsékleti kilengések jellemezték a Földet, ha pedig ugrunk egyet az időben, azt láthatjuk, hogy a honfoglalás korától a lehűlés volt a jellemző egészen a 18. századig. Az ipari forradalom és a második világháború óta pedig meredeken nő az átlag hőmérséklet.